adományozónak köszönhetően elektromos autóval mennek a gyerekek a rájuk váró műtétre a Gozzegen György Országos Kardiológiai Intézetben. Külföldön több gyerekosztályon is használnak ilyen autót, aminek köszönhetően a kicsik sokkal bátrabban és jóval kevesebb stresszel viselik a megpróbáltatásokat. Kollégánk Fuchs Ricsi ott van az osztály főorvosával és természetesen az autóval. Ricsi, tiétek a szó, jó reggelt kívánok! Szervusztok, jó reggelt kívánok a nézőknek. Valóban itt vagyunk Prodan főorvosúrral. Főorvos úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és megmutathatjuk ezt a kis csodát. Ide lehetne hívni Balázs, van egy pilótánk. Balázs, kinyitottam az ajtót. Éppen becsukod az ajtót, és akkor elindulunk. Gyere, kapcsold be. Kapcsold be. Olyan világítás is van rajta. Főorvosok, közben egy pár szóban elmondaná nekem, hogy került ide ez a kis elektromos autó? A kis elektromos autó egy nagyon kedves adományozótól került ide. Én az ötletet feldobtam a Facebookon, hogy ez nagyon jó lenne, és nem is gondoltam, hogy ez meg fog valósulni. És egyszer csak ez az adományozó beállított hozzánk ezzel a nagyon szép kis piros autóval, ami mindenkinek azonnal elrabolta a szívét. Ugye nekem az volt a legelső benyomás, amikor megérkeztünk, és pilótánkat Balást lehozták erre a folyosra, és meglátta az autót, szinte felsikított. Tehát ilyen olyan extázis volt az arcán, amit valóban azt gondolom, csak egy gyerek tud ilyet mutatni. Ez az általános tapasztalat? Hát az a meglepetés, hogy az autót jobban szerették, mint gondoltuk. Miben könnyíti ez meg az itt kezelt gyerekeknek az itt töltött időszakát? Igen, hát mi sem szeretjük, hogy a gyerekek nem érzik jól magukat egy kórházban. Nyilván a kórház természetesen nem egy kedves hely, viszont lehet kedvesebbé tenni. És ez egy nagyon klassz dolog, hogy több mindennel próbáltunk kedveskedni. Van egy olyan lehetőség, hogy tavaly december óta már a kisebb gyerekek szülei is bent lehetnek a gyerekekkel, és kevesebb média visszhangot kapott. Ez a piros autó, ez kiverte magának a helyet a hírek között. Értem. Hogy néz ki a kis piros autó egy napja? Tehát konkrétan mire szokták használni? Hogyan? Hát a kis piros Balázs autónak egy kicsit beálmosodott. Igen, mert elég korán fel kell kelnie, de szerintem elindulunk egy kicsit, és akkor már is bekanyarodunk oda. Muszáj több lépcsőbe kanyarodni. Áruljuk el, hogy egy pici kis csalás van benne, hiszen ugye ön ezzel a távirányítóval tudja most irányítani. Hát közösen vezetünk, ezt így tudom mondani. Ezt úgy hívják a modern autóiparban, hogy asszisztált vezetés. Az ajtó egy kicsit nyitva van, de szerencsére nem megyünk olyan gyorsan, hogy ebből a nagyobb gond lenne. Mikor vetik be ezt az autót egyébként? Hát ezt az autót, ezt az a terv, hogy esetleg olyan akciókra is belevessük, amikor esetlegesen mondjuk labor vérvételekre van szükség, vagy egyéb olyan kellemetlenebb eseményekre, amire egyébként a gyerekek nem szívesen mennek, de az autónak köszönhetően esetlegesen a kis autó leesett. Ugye a nagy autóban lévő kis autó esett. És igen, talán meg tudunk fordulni itt az Y-nal. Ahogy ránézek Balázsra, azt gondolom, ő igazából el is felejtette, hogy hol van ilyenkor. Hol gondolom? Az érdekes, hogy amikor beszállnak a kis autóba, mondjuk bejönnek ide esetleg egy ellenőrző vizsgálatra, és nem akarnak hazamenni. Az adományozóról esetleg egy pár szót lehet tudni? Hogy az adományozónak a gyerekét operáltuk 10 éve többször is, és most szerencsére jól van és meggyógyult. De ő nem felejtette el, és ez egy nagyon kedves dolog, tehát hogy ő továbbra is úgy érzi, hogy sors közösségben van a kis kórházunkkal, és érdekes módon adott ő már nekünk mosógépet is, ami persze nem közömbös, mert a bent lévő gyerekek otthoni ruháját ezáltal gyorsan meg lehet tisztítani. És tulajdonképpen ez a kis játékautó, ez egy ilyen szimbolikus történet, mert végülis hát mi, ez egy kis piros autó, de valahogy ez egy nagyon híres autó lett. Ami figyelmet biztosít az osztályban is, hogy jól gondolom. Igen. Viszont ennek az autónak a háttere, tehát ugye Magyarországon ilyenről még nem nagyon lehet tudni, viszont hogyha jól emlékszem, egy cikkben olvastam, hogy egy külföldi helyen látta ön? Vagy hát ezt egy internetes videóban láttam, egy amerikai kórházban, ahol persze ott is megpróbálják az emberek a gyerekek életét jobbá tenni, és hogy gyakorlatilag elfeledkeztünk az autóról, közben mozgatni kell a Balázst, mert igen, de gyakorlatilag ez megvidámítja a napjaikat, és hát
Ez egy nemzetközi történet, a világ bármelyik helyén jól működne ez. Kezdetben egy kis pedálos Moszkvicsra gondoltam, de ennek egy ilyen luxus verziója érkezett be ide font most hozzánk. Értem. Egy pár szóban kérem, meséljen nekem az osztályról. Milyen gyerekek vannak itt, milyen állapotú gyerekek kerülnek? Hát mi vagyunk a leggyakoribb ritka betegség, azt jelenti, hogy több mint 1%-a megszületett gyerekeknek Magyarországon valamiféle szívrendenséggel születik, amik változóan súlyos lehet, mert lehet nagyon enyhe, lehet, hogy nem is kell hozzányúl, csak után követ egész életben, és lehet nagyon súlyos, ennek körülbelül az alja, az alsó 1-2% az meggyógyíthatatlan. Na most a kettő között hatalmas spektrum, egy teljesen egészséges gyerekek vannak, látszik, hogy kisfiúval sem, sincs semmi külső probléma, és olyan műtét után gyógyultan fog visszailleszkedni a normális életbe, és hát vannak olyan gyerekek, akik viszont hosszú hónapokat töltenek a kórházban, nekik aztán pláne fontos az, hogy ez egy otthonos környezet legyen, hogy játékok legyenek, van iskolapedagógusunk, pszichológusunk, és hát az is nagyon fontos, hogy most már kisebb gyerekeknek az anyukája is folyamatosan itt bent lehet. Ha benéznek, akkor már is itt ül egy apuka, pedig hát még nagyon korán reggel van. Értem. Utolsó kérdés, kérem, gyorsan nézzünk körbe egy kicsit ezen az autón. Mi van, mit kell róla tudni, minthogyha egy ilyen autós magazin lenne. Igen, hát először is van benne egy nagyon komoly pilóta, aki már műtét előtt nagyon beállt, volt az elsők egyik, aki beleült, azt hiszem, talán az első sofőr. Nyugodtan kiszállhatsz, nyugodtan kapcsolj kezővet. És akkor megnézzük. Szia! Egy nővérnéni segít elmenni, jó? Köszönjük szépen a vezetést, szevasz! Csapja tenyerembe! Jó. Ügyes vagy nagyon. Balázs, nemrég tehát még van benne biztonsági, jó, azt már látom. Itt van két ülés, van egy multifunkcionális kormány, ahol mindenféle egyéb, ez a duda. Itt pedig egy nagyon komoly zene fog beindulni, amit most szeretném ettől nézőket megkímélni. Itt lehet zenét választani, sőt, ha nem tetszik nekünk, ami persze feladat is lesz, nem sokára egy normálisabb zenéket, itt egy USB-n fel is tudunk tölteni zenéket ebbe az autóba. Itt van az elektromos autónak a töltőegysége, itt lehet energiával ellátni, és hát ez 120 kilót visz ez az autó, tehát gyakorlatilag a testméretek szabnak határt, mert látszik, hogy akár még én is beleülhetnék. Hát szinte ketten is beleülhetnénk, egy kisebb fogyókúra után, és hát van fény, van például hátramenet, hogyha ezt mutatjuk, akkor itt látszik, hogy kigyúl hátramenetben is. Fölhús úr, minden tiszteletem mellett, bocsásson meg, időközben lejárt az időnk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, örülünk, hogy itt lehettünk, a szót pedig szeretném visszaadni a stúdiónak.